A hagyományokhoz hűen ebben az esztendőben is a Városház téren emlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire. Matuz János a dokumentumok mellett ebben az esztendőben idősfehérváriak elbeszéléseire építette az Emlékezők ünnepe című darabot, amely nem a látványra, sokkal inkább a történések és a szavak erejére támaszkodva idézte meg a forradalmárok elhivatottságát. Idén arra gondoltam, hogy meg kéne végre hallgatni az eredeti valódi 56-osok történeteit, ahhoz pedig el kellett mennem hozzájuk, és én hihetetlen álmélkodással tapasztaltam azt a tartást, és azt az örökséget, amit ők folyamatosan hordoznak egyben magukban. Akkor döntöttem el, hogy úgy fogom színpadra vinni ezeket a történeteket, hogy én magam, mint rendező, minél inkább háttérbe kerüljek. Ezért is az idén előadás címe ugye az Emlékezők ünnepe, mert én most szeretném ezzel az előadással azokat ünnepeljük együtt, akik hordozzák még ezt az időszakot. A rendhagyó és mégis méltósággal és gondoskodó tisztelettel teli emléksorokból felkínált történet egyszerre mutatja meg a nemzedékeken átívelő hazafias szellemébredését és egy olyan korosztály útját, akik máig ható példáját adták a szabadságba vetett hit mindenek feletti eszményének. Összefüggésekben és rendszerben kell, hogy gondolkodjon, aki az emlékhelyek koncepcióját képviseli. Mi viszont itt szabadon az emlék morzsákat, én mint író szabadon tudtam összerakni, egymás mellé rakni, és azokat a fehér foltokat, amik a történetmesélések közben óhatatlanul előkerültek, azokat pedig a szenvedély erejével összeragasztani. Az Emlékezők ünnepe a bukásában is fenséges fehérvári 12 nap előtt tisztelgett. Az első lelkesült pillanatoktól megidézve a Szabó palotánál áldozatokat követelő véres sortűz történetét, Keszei István városháztéri beszédét, a tüntetéseket, a Vörösmarty Rádió és az Újfehérvár születését, és a véget, november 4-e tragédiáját is. Az ünnepi előadás szereplői Törsök Márta, Magony Imre, Csutorás Emma és Schneider Zaj Ákos, valamint Lórodi Luca, aki a tánc eszközeivel egészítette ki a színészek mondatait, a koreográfusok Rovó Tamás és Tombor Tímea, a zenei vezető Cserta Balázs előtt is fejet hajthatunk, hiszen hitelesen adták át Matuz János gondolatait.